Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Megvan a kormánydöntés, közel 400 milliárdból épülhet meg a Mohácsi Dunahíd. Ingyen tankönyv, tanszercsomag, étkezéses jogosítvány, több kedvezményt biztosít a kormány. Az emberkereskedelem veszélyei ismét Magyarországra látogatta a szabaduló kamion. Világbajnok tengeralattjáró modell, pécsi aranyérmes a legjobbak között. Kihasználták az utolsó nyári napokat, fesztivállal búcsúzott a főszezontól a Harkányi strand. Forrást biztosított a kormány a Mohácsi új Dunahíd beruházására, jelent meg a Magyar Közlönyben. A beruházásra 2024-2031 közötti évekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás mértékét összesen 389,3 milliárd forintban szabta meg a kormány. A projektről Hargitay János miniszteri biztos országgyűlési képviselő beszélt stábunknak. A Mohács 500-nak amellett, hogy létrehoznak különböző kulturális és turisztikai fejlesztéseket, a programnak van egy területfejlesztési dimenziója is, mondta Hargitay János miniszteri biztos. Ezek jól haladnak, vagy némelyikben most várható újabb történés. Ugye, miért mondom azt, hogy jól haladnak? Egyrészt az egyik nagyon fontos fejlesztés az autópálya Bolytól le Ivándárdaig, ez hál' Istennek elkészült, használjuk. A 0 kilométer, ami a régi autópályát, az M60-as autópályát ezzel az újjal összeköti, azt hívjuk 0 pontnak, ott is befejeződtek a fejlesztések, ez is nem sokára használatba kerül. És ugye a horvátok is gőzelővel dolgoznak a maguk még meglévő 5 kilométernyi autópálya szakaszukon, tehát jövő év közepén, második felében Budapesttől Mohácson át Boszniáig egyenes pályán használhatjuk ezt az autópályát, az végre a térségemet délfelé, és egész Baranyát délfelé megnyitja. A miniszteri biztos azt is elmondta, épül a gazdasági célú kikötő is, amelyet körülbelül egy éven belül befejeznek. A nagy vágy azonban a Dunahíd, amely a kelet-nyugati összeköttetését adja meg ennek a térségnek, az egész vármegyének, hangsúlyozta a politikus. Másként mondva, Pécs-Szeged összeköttetése is a Mohácsi Dunahídon keresztül fog megvalósulni. Most akik figyelik a kommunikációmat Dunahíd kapcsán, mindig pont arról tudósítottam, ahol ez a dolog történik. És utoljára ugye arról beszéltem, hogy már csak egy kormánydöntés kell, és ebben az egy kormánydöntésben a kormánynak, a győztes pályázónak, a majdani kivitelezőnek forrásokat kell biztosítania, hogy megépítse ezt a hatalmas rendszert, a hidat, és a hozzá kapcsolódó úthálózatot, ez 28,8 kilométernyi út a Bolyi nagy autópálya kanyartól a túloldalon Baja alatt Csátaljáig. Azt mondtam, hogy a Dunahíddal eljutottunk az utolsó pontra, ott is az építés elindítását várom. Ezt követően rendkívül fontos kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben. A kabinet ugyanis döntött a Mohácsi Dunahíd és kapcsolódó úthálózat kivitelezési feladatai ellátásához szükséges források biztosításáról. A határozat szerint a beruházásra a 2024-2031 közötti évekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás mértékét összesen 389,3 milliárd forintban szabta meg a kormány. Több kedvezményt biztosít a kormány az iskola kezdéshez a családoknak. Már augusztusban megkapták a családi pótlékot, hogy megkönnyítsék ezzel is az iskola kezdést. Ingyen tankönyvet kapnak a gyerekek, és a nagycsaládosoknak az iskolai étkezésért sem kell fizetniük. A jogosítvány megszerzéséhez is jelentős támogatást ad a kormány. Pécsre, a vármegyére vonatkozó adatokat hallottunk a pécsi tankerületi igazgatótól és a kormánybiztostól, országgyűlési képviselőtől. Óriási nehézséget képes okozni az augusztus vége a gyermekeket nevelő családok számára, hiszen a tanszercsomagot, az összes tankönyvet meg kellett vásárolni, és be kellett fizetni a gyermekétkeztetés összegét is. Ráadásul csak a hónap közepén kapták meg a családtámogatásokat az érintettek. Idézett egy korábbi korszakot Hoppál Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő a Meszesi Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón. Most azonban pozitív a változás. A családtámogatásokat előre veszi a kormány, tehát augusztus végén a szeptemberi juttatásokat mindent folyosít az államkincstár minden családnak, a gyest, a gyedet és a családi pótlékot egyaránt.
ezen kívül pedig ingyenes tankönyvben részesül az elsőtől a 13. évfolyamig minden magyar diák, az iskolákban, a köznevelésben is, és a szakképzésben is. Új támogatási forma ezen felül, hogy a KRESZ vizsgát a középiskolásoknak kifizeti a kormány, tehát akik ügyesen sikeres KRESZ vizsgát tesznek, azoknak ezt ingyenessé tette idén szeptember 1-től a kormányzat. Mindezeken felül lehetőség van az önkormányzatnál a kormányzati támogatás finanszírozással nagycsaládosok számára ingyenes iskolai étkeztetést is kezdeményezni. Van, akiknél az automatizmus van, ahol a rászorultságot igazolni kell. Nagyon sok olyan támogatási lehetőségeket teremtett az Orbán kormány, amely 2010 előtt nem voltak, hangsúlyozta Hoppá Péter. Egyetlen adattal támasztom csak alá, hogy évről évre mennyivel növekedett a családok terhe, mondjuk csak a tankönyvek szintjén. 2002 és 10 között a szociálliberális MSZP és SZDSZ-es kormányzás időszakában 8 éven belül 71%-kal növekedett meg a tankönyv csomagoknak az ára, amit minden magyar család megszenvedett, hiszen brutális emelkedés volt ilyen. Magas béremelés abban az időszakban természetesen nem volt, hanem ez egy biznisz volt, a kormány kiszervezte a tankönyvgyártást a magánszférába, és a magánszféra pedig 10 bőrt húzott le minden családról, és emelte drasztikusan és erkölcstelenül a magyar diákok kötelezően megvásárlandó tankönyvcsomagjának az árát. Ezt beszüntettük, a magántankönyv kiadást felszámoltuk, állami monopólium lett a tankönyv nyomtatás és a tankönyvgyártás, és ezt az állami monopóliumot úgy érvényesítjük, hogy minden diák megkapja ingyenesen a tankönyvcsomagot, ahogy említettem. A pécsi tankerület 3 járást lát el, ami 14 ezer tanulót jelent, 39 székhely intézménnyel, 28 tagintézménnyel. Ez azt jelenti, hogy 2000 pedagógus és közel 500 nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs dolgozik azért, hogy minden nevelési célt megvalósítsanak, és a gyerekek minden tudást elsajátítsanak, tájékoztatott Tóth László Ákos tankerületi igazgató. Idén a beiskolázás következtében kicsi elsős gyerekek 1200-an iratkoztak be az iskoláinkba. A 9. évfolyamra közel 500 tanuló iratkozott be. Összességében ez 14 ezer gyermek jár az intézményekbe. Ezeknek a gyermekeknek a kormányzati segítség az a legnagyobb mértékben valósult meg, hiszen elsőtől 13. évfolyamig ingyenes tankönyvben részesülnek a diákok. Ez csak a pécsi tankerület vonatkozásában 150 millió forintot jelent, és akkor ez még csak az alaprendelés, a szeptember hónap folyamán még lesz a kiegészítő rendelés, vagy a pótrendelés, ami még néhány millió forinttal ezt meg fogja fejelni, ezt az összeget. Több mint 1000 tanszercsomagot osztanak ki a rászorult családoknak. Országos viszonylatban ennek az összege több mint 1 milliárd forint támogatást jelent a családok számára. Ezen kívül talán szintén szerencsés megemlíteni, hogy a Kréta rendszeren keresztül a végzős diákok, a középiskolai végzős diákoknak lehetőségük van, hogy ingyenesen KRESZ tanfolyamot végezzenek és KRESZ vizsgát végezzenek, illetve a jogosítvány megszerzésre szükséges egészségügyi vizsgát is, és tananyagot és vizsgát meg tudják szerezni. Az iskoláknak csak az a dolguk ezzel kapcsolatosan, hogy megszervezzék ezeket a képzéseket. A képzés anyaga rajta van a Kréta rendszeren, illetőleg a vizsgát kell megszervezni, de ott is csak annyit, hogy az ügyeletet tudjuk biztosítani a pedagógusok számára. A családok felé nyújtott segítség idén igen jelentős, hangsúlyozta a pécsi tankerületi központ igazgatója. Az emberkereskedelem veszélyeire hívja fel a figyelmet az a berendezett holland kamion, ami immár harmadszor érkezik hazánkba. Az érdeklődők 19-én és 20-án láthatják a különleges járművet Pécsen. A kamionban egy szabaduló játék keretében ismerhetik meg a fiatalok egy prostitúcióra kényszerített lány valós történetét. Egy prostitúcióra kényszerített nő esetét, szabadulását mutatta be ez a berendezett kis teherautó Pécsen még 2 évvel ezelőtt. Úgy nézett ki, mint az a lakótér, ahol fogadnia kellett a férfiakat. Közben a hangszórókon keresztül elmondta történetét, hogyan került ilyen helyzetbe, és végül hogyan sikerült kiszabadulnia. Mindezt egy szabaduló szobás feladatba csomagolva, ahol 10 percük volt az érdeklődőknek arra, hogy kijussanak.
Idén szeptemberben is érkezik ilyen kamion Pécsre, hogy felhívja figyelmet az emberkereskedelemre, a szexrabszolgaságra, ami napjainkban is létezik Európában. Az emberkereskedelem veszélyének kifejezetten azok a személyek vannak kitéve, akik esetlegesen alacsonyabb jövedelmi családokból érkeznek, vagy alacsonyabb iskolázottságú szülőkkel rendelkeznek, illetve a magasabb jövedelmű családokban is megjelenik alkalmanként az érzelmi elhanyagoltság, ami szintén hajlamosítja a fiatal korosztályt arra, hogy könnyebben behálózzák őket azok az elkövetők, akik kifejezetten érzelmi manipulálással vagy anyagi előnyök ígéretével prostitúcióra akarják kényszeríteni őket. Erre a bűnügyi területre jellemző a magas látencia, a mindennapokban nem igazán hallanak erről az átlagemberek, mondja a kutató. Ez teljesen természetes, hogy az emberek annyira nem értesülnek erről a bűncselekményről. Ennek pedig az az oka, hogy az emberkereskedelem rendkívül magas látenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a bűncselekményt az áldozatok nem jelentik a rendőrségnek, nem derül ki, hogy ezt a bűncselekményt elkövették ellenük. Ennek számos oka lehet. Sokszor az áldozatok sem érzik magukat tényleges sértetnek, tényleges áldozatnak, mert pont például az érzelmi manipulálásnak köszönhetően ők úgy gondolják, hogy az elkövetők jót akarnak nekik, vagy anyagi szorult helyzetben vannak, ami miatt nem mernek kilépni a szituációból. De emellett a társadalmi megbélyegzése ennek a bűncselekménynek ahhoz is hozzájárul, hogy maguk az áldozatok is elkövetőként tekintenek magukra, mint akik valami rosszat tesznek, és emiatt nem mernek a hatóságokhoz fordulni. Ezen indokok azok, amelyek csökkentik a bűncselekmény ismerté válását Magyarországon. Ennek ellenére lehet következtetni a bűnügyi adatokból arra, hogy nagyjából milyen trendekben követik el ezt a bűncselekményt. Egy 2022-es projektben felmértük, hogy az országban a legtöbb vonatkozó, kapcsolódó bűncselekményt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Somogy megyében, valamint harmadik helyen Baranya megyében követik el lakosság arányosan, amely az emberkereskedelemhez kapcsolódik. Megyei szinten évente nagyjából 10 olyan bűncselekmény lát napvilágot, például kerítés, például kitartottság, például prostitúció elősegítése, gyermekprostitúció kihasználása, vagy éppen emberkereskedelem, amely valamilyen formában kötődik ehhez a tevékenységformához. Hangsúlyozni kell, hogy ezek azok az adatok, amik napvilágot látnak, viszont ennél ugye magasabb a látencia miatt az elkövetések száma, és hullámzó tendenciát is mutathat. Ez a szám mindenképpen egy átlagot jelent, nem pedig egy pontos adatot. Sokszor találkozunk olyan hírrel, hogy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozó fiatalt keres a rendőrség. Kérdés, hogy ők kiszolgáltatott helyzetük miatt mennyire lehetnek könnyű célpontjai az emberkereskedőknek? Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy ez valós lenne. Az a célja ennek a projektnek, hogy kifejezetten minden program helyszínünkön célozzuk a gyermekotthonos lakókat, hogy ők első kézből, de legalábbis interaktív módon tapasztalhassák meg, hogy milyen veszélyeket rejt az emberkereskedelem. Ez nem fogja csökkenteni az onnan alkalomattán távozókat, és ők gyakran meg is kerülnek pár nap elteltével, azonban nagy biztonsággal állítható az is, hogy vannak esetek az eltűnt személyek között, akik valamilyen úton, módon legalább alkalomattán a prostitúcióval elkezdenek foglalkozni sajnálatos módon, mert ugyanúgy az érzelmi depriváltság hozzájárul ahhoz, hogy őket könnyen lehessen befolyásolni és rávenni erre a tevékenységre. Idén szeptemberben is ismét hazánkba érkezik a szabaduló kamion, amit a holland szakemberek készítettek, és interaktív bűnmegelőzési módszerként alkalmazva járják vele Európát. Az emberkereskedelem veszélyére figyelmeztető különleges járművet Pécsen 19-én és 20-án keresedik fel az érdeklődők a Tudásközpont melletti Szalai László kollégium mögötti részen.
Megnyerte az élethű hajómodellek világbajnokságát saját építésű Delta kutató tenger alatt járó modelljével a Pécsi Smok Roland idén. Az egyetemi oktatóként és politikusként ismert világbajnok most bemutatta stábunknak alkotását a Balokánytó vízében. Világbajnoki aranyérmét mutatja a Pécsi Smok Roland, amit még júliusban nyert a Békés vármegyei Sarkadon. A nyári szabadsága után most augusztusban találkoztunk vele Pécsett a Balokánytónál, ahol bemutathatta tenger alatt járó modelljét, amivel világbajnoki címet szerzett. Ez a Nemzetközi Naviga szervezetnek a versenysorozata, már évtizedek óta létezik ez a versenysorozat, és két évente rendeznek világbajnokságot. Amúgy a világbajnokságon kívül létezik Európa-bajnokság, és léteznek nemzeti bajnokságok is ebben a versenysorozatban. Ezt úgy hívják, hogy Naviga NS kategória, életű hajómodelleknek a bajnoksága, aminek az a jellegzetessége, hogy olyan hajók, illetve tengeralattjárók versenyeznek, amik valamilyen valódi hajónak vagy tengeralattjárónak az életű kicsinyített modelljei. Tehát, hogy amit én építettem, az is egy valódinak a modellje, valódi kutató tengeralattjárónak a modellje. A verseny az úgy néz ki, hogy két részből áll. Az egyik rész az az úgynevezett műszaki bírálat, amikor egy bírói csoport megvizsgálja a hajót vagy tengeralattjárót, annak az építését, mennyire felel meg a tervrajzoknak, az eredeti hajónak, amit fényképekkel kell igazolnia. A második része pedig egy futáspróba, ahol a szabvány Naviga pályán kell teljesíteni a modellnek. Ez a pálya, ez több dologból épül föl, alapvetően bóják vannak és egy kikötő, a bóják között megfelelően kell teljesíteni a pályát, van benne egyébként tolatási manőver és kikötési manőver, a tengeralattjáróknál pedig van merülési manőver is benne. A tengeralattjárónál alapvetően elég bonyolult a műszaki része, mert még egy hajómodellnél gyakorlatilag van egy hajó, és azt letesszük a vízre, és megfelelően motor van benne, távirányítórendszer, akkor az úszni fog, lehet, hogy nem tökéletesen, de azért valamilyen szinten biztosan működik. A tengeralattjárónál viszont merülni kell. A merülést kétféleképpen lehet elérni. Van a dinamikus és statikus merülés. A dinamikus az nagyjából úgy működik, mint egy repülőgép. Tehát a tengeralattjárónak a sebessége a kis szárnylapátjaival nyomja le víz alá a tengeralattjárót, majd amikor lelassul, akkor följön. Ez az egyszerűbb megoldás. Bonyolult a megoldás, mint az enyém is, az úgynevezett statikus merülési tengeralattjár, ami úgy működik, mint a valódiak. Ebben van egy pumparendszer és van egy ballasztartály. A pumparendszer a ballasztartályt föltölti vízzel, és gyakorlatilag egy tengeralattjáró súlya nehezebb lesz, és emiatt merül a víz alá, majd pedig úgy jön föl, hogy a pumpa kinyomja a vizet a tengeralattjáróból. Gyakorlatilag a versenyen a merülés mélységét nem nézik, de a távirányítórendszer sajátosságaiból adódóan néhány métert tud merülni, mert onnantól kezdve a víz elnyeri a jelet. Ezek a tengeralattjárók, ezek régebbi típusú távirányítókkal működnek, meg a hercesekkel, az újabb modellek, a hajómodellek azok gigaherces távirányító, aminek gyakorlatilag a wifi frekvenciáját használja, 2,4 GHz-et. De a 2,4 GHz nem a jó víz alatt, mert amint az antenna víz alá kerül, onnantól kezdve elmegy a jel, tehát mindenképpen régebbi távirányítórendszert kell használni. Az igazi tengeralattjárók egyébként herces frekvencián kommunikálnak, mert azok egészen nagy mélységre tudnak lemenni. A sebessége az nagyjából méretarányos, tehát ahogy a felvételeken is látható, tehát körülbelül olyan sebességet megy a modell, ami arányos az igazi tengeralattjárónak a sebességével, de alapvetően itt nem arról szól a verseny, minél gyorsabb legyen, hanem arról szól, hogy minél jobban manőverezhető legyen, precízebben működjön, és jól tudja merülni a tengeralattjáró esetében. Egy tengeralattjáró futam egyébként 10 percig tart, a hajók esetében futam 7 perc, de arra nem jár pluszpont, hogyha valaki gyorsabban teljesíti, viszont hogyha valaki kifut az időből, akkor onnantól kezdve az összes maradék manőver az nulla pontot ér, vagy hát pont lemonást. A pécsi világbajnoknak azonban időn belül tökéletesen sikerült teljesíteni a versenypályát. Egy a 8-hoz méretarányban készítette el a Delta névre keresztelt járművet, ami közel 5 kg-ot nyom. Smok Roland az Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, a helyi politikai élet aktív tagja. Ezek mellett foglalkozik hobbiként a modellezéssel már több mint egy évtizede. Most egy gőzhajó modellt szeretne építeni, amit egy kicsi, de igazi gőzgép hajtana, árulta el a modellező világbajnok. A nyár utolsó napjai sem telnek el programok nélkül a Harkányi strandfürdőben. A főszezon zárásaként fesztivált tartottak a vizes létesítményben augusztus utolsó előtti hétvégéjén. A zenei programok mellett a minden évben nagy érdeklődéssel várt vizes pólóversenyt is megtartották a Harkányi nyárzáró fesztiválon. József!
Sziget-Szent Miklósról. József volt az egyik versenyző, aki indult a Harkágyi nyárzáró fesztivál férfi has szépségversenyén. A jelentkezőknek a Lepke-medencénél rögtönzött kifutón kellett megmutatni kerek idomaikat, miközben a nézők a medencéből locsolták őket. A versenyzők élvezték a szereplési lehetőséget, miközben megmutathatták mindenkinek a kisebb-nagyobb pocakjukat. Az első három helyezett egy, kettő, illetve három tálca sörrel lett gazdagabb. József végül második lett a versenyen. A család nevezett be, és egy nagyon jó élményt adott nekem itt Harkányban. Most vagyunk először, Sziget-Szent Miklósról érkeztünk, és frenetikusan jó volt. A férfiak után következtek a hölgyek, ők vizes pólóban mutatták be idomaikat, amit szintén pontozással értékelt a zsűri. A merész hölgyek bemutatóján a legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazták a szervezők. A harmadik legtöbb pontot elért induló 50 ezer, a második 75 ezer, míg az első helyet elért induló 125 ezer forintos utalvánnyal lett gazdagabb. A nők versenyét Viki nyerte. Hogy csöppentem bele? Hát igazából a férjem szerette volna, hogy részese legyek ennek a versenynek. Én még mindig izgulok, úgyhogy nem tudom, hogy tudtam magamat rávenni. Mire költjük? Ez még kérdéses szerintem, úgyhogy majd kiderül. A férfiak has szépségversenye és a nők vizes pólós megmérettetése a Harkányi Fürdőfesztivál egyik legjobban várt és leglátványosabb programja minden évben. De ezen kívül még számos programmal várták augusztus utolsó előtti hétvégén a Harkányi Strand vendégeit. Hála jó Istennek az időjárása a nyár közepi fesztiválhoz képest nagyon jó. Igazi strandidővel tudjuk fogadni az ide látogató vendégeket. A három nap alatt négy színpadon körülbelül 60 programmal készültünk, úgyhogy azt gondolom minden korosztály megtalálja azt, amire vágyik, egészen a kisgyerekektől a idősebb korosztályig. A főszervező elmondta még, a nyárvégi fesztivállal ki tudják tolni a turista szezont, ezért rendezik meg minden évben. Ez növeli Harkány népszerűségét, amellett, hogy jó a szállásadóknak és jó a strandnak is, ahol idén is teltház volt a rendezvény alatt. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!